Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit a következő videóban. Ez a videó most megint eléggé más lesz, mivel hogy az egész egy ilyen narrációra fog épülni. A probléma az, hogy amikor készültek ezek a felvételek, nem igazán gondoltunk még arra, hogy ez videóanyagba fog kerülni, szóval csak egy-két kósza rendes videófelvétel van, tehát narrálnom kell a képek alá. A mai videó témája a Suzuki TSR 200-as motoromnak a megvásárolása. Néhány dolgot a teljesség igénye nélkül elmesélek, hogy mit változtattunk rajta, mit kellett megszerelni és mi volt hibás, amikor megvettük. Az egész úgy kezdődött, hogy a jelenleg kivetített képekre lettem figyelmes az interneten, és azonnal lecsoptunk a motorra, elmentünk, megvásároltuk. Ennek az oka nem a makulátlan állapota, hanem sokkal inkább az ára volt. Ezeken a képeken láthatjátok, amikor megérkeztünk a motorvásárlás helyszínére. Annyit kell tudni, hogy odaértünk, látjuk a motoron, hogy első-hátsó defekt rendben van. Ezen kívül még annyi, hogy a kuplungoblen el volt szakadva. Így hát elég érthető, hogy valamiért nem akartam élni a próbakör lehetőségével. Na de se baj, annak köszönhetően igazából, hogy a tulajdonos korrekt áron adta a motort, és ő egyébként rengeteg pótalkatkészt is adott mellé, megkötöttük az üzletet, bepakoltunk az autóba, és elindultunk haza. Amikor megérkeztünk, akkor még kipakoltuk, és igazából megpróbáltuk elindítani és tenni egy próbakört. Hát végül is sikerült, azonban, tehát csak kizárólag hosszas ugdosások árán indult a motor, nem lehetett normálisan, érdemlegesen használni, igazából nem is számítottunk másra, tehát ezek után bevittük a garázsba, megvizsgáltuk, hogy mi az, amit menthetünk, és mi az, aminek már mindegy. Igazából hamar rájöttünk, hogy jelentősebb problémáink vannak, mint egy kis karburátor légcsavar beállítás, szóval elkezdtük szétaprítani a motort és átvizsgálni az alkatrészeit. Itt van néhány kép a megvásárlás utáni állapotról. A teljesség igénye nélkül és időben ide-oda csapongva, most mesélek egy keveset azokról a műveletekről, amiket elvégeztünk. Első probléma volt például, hogy le volt törve a rezonátornak a rögzítő helye, maga az a fül, ami a vászhoz kellett volna, hogy oda legyen hegesztve, ezt pótoltuk, orvosoltuk. A másik, hogy például szétbontottuk az egész légszűrőházat, most sajnos nincs arról a képen, hogy igazából milyen mocskos volt, nem az, hogy a szűrő, tehát nem a légszűrő, hanem igazából az egész légszűrőház állt a retekben. Tehát darabokra kellett bontani, le kellett tisztítani az alkatrészeket külön-külön, és úgy összeszegálni. A szűrő egyébként akkor eléggé foltos volt, koszos, amióta nálam van, gyakorlatilag csak tisztább lett, kijöttek belőle azok a foltok. Most lépjünk tovább a rezonátorra, igazából ez is cudagul nézett ki. Rossz állapotban volt, nyilván fogtuk a régi festéket, lecsiszoltuk, letakarítottuk róla, és akkor újra lefestettük. Annyi lenne, hogy van egy ilyen tapasztalatom, vagy lenne egy ilyen tippem, hogy ha lecsiszoljátok, akkor inkább teljesen fémig csiszoljátok le, és ne hagyjatok rajta foltokat a régi festékből, mert hiába csiszoljátok el teljesen simára, még akkor is az történik, hogy gyakorlatilag a régi festék határain felbuborékosodik, így felpattog a festék, vagy nem tudom, hogy fejezzem ki magam, és az úgy nem lesz szép. Bár nem tudom, ennek lehet, hogy egyéb más oka volt igazából, talán a festék minősége, igazából nem tudom, de én többször így jártam. Volt igazából egy olyan gondolatom, hogy valószínűleg az egész rezonátor tele van korommal lerakódással, és ez nem biztos, hogy jót tesz talán a motor hangjának, vagy nem is tudom. Hát azért nem mondom, hogy a teljesítmények, mert szerintem azt most nem befolyásolta. Na mindegy. Tehát ezért is döntöttünk úgy, hogy ki akarjuk tisztítani. Ezt is próbáltuk igazából kiégetéssel, mert láttam ilyen módszereket, hogy prémiumból ki lehet elvileg égetni a beragadt szenet, olajat, letapadt mocskot a rezonátorból. Ez talán az eszközeink hiány, vagy nem tudom miért, ezt én nem tudtuk rendesen kivitelezni, de inkább szétvágtuk, és hát jól tettük. Mert igazából nem olyan tudom, hogy tudtuk volna ezt égetéssel eltávolítani onnan, ez a hálós, a fémháló közébe ragadt szenet. Na és most itt a videó közben csak úgy váratlanul, villám csapásszerűen szeretném tényleg megköszönni Gergőnek az összes segítséget, amit ő nyújtott ennek a motornak az építése közben, és segített kivitelezni a különböző ötleteimet, valamint az előző motornál is nyújtott rengeteg segítségét. Tehát tényleg ezt nem tudom, nem győzöm elégszer megköszönni, de most itt ebben a videóban pont jó, meg így ha újra játsszuk egy pár ezerszer, akkor így rendben is leszünk szerintem. Tehát itt van a következő kép.
Térjünk át erre, ez pedig nem más, mint a kuplunkkal, ezt is le kellett igazából cserélni. Hát igen, sajnos a fő probléma az nem az volt igazából, hogy nem volt ilyen szép színes, mint az új kar. A nagyobb gond inkább azzal volt, hogy teljesen szét volt kopva, össze-vissza lötyögött, igazából nem volt normálisan használható. Valamint ugye a másik problémája még az is, hogy ilyen hosszú volt, tehát hogy igazából már volt lehetőségem, akkor vettem egy ilyen rövidebb kart meg, talán így egyszerűbb lesz a gönkátkelés. Aztán a következő, amit még így vettem rá, hogyha már itt tartunk, az ilyen gyönyörű, szép kis világítás kapcsolók, egyéb ilyen finomságok. Hát ezek sajnos azóta már így ledarálódtak róla, szóval most már másik van rajta, nem mindegy. Na szóval, és akkor, ha már itt tartunk a vásárolgatásoknál, akkor ugye térjünk át például erre az első teleszkópvédő idomra. Ebből is vettem egy újat, mert a régi gyárak azok már teljesen össze voltak töredezve, elszíneződtek meg minden. Szóval ebből vásároltam egy ilyen új UFO-t, rendben van. Következő probléma az például ezek a markolatok voltak, mert minden nem is fontos, volt, talán kép sincsen, tehát abból simán vettem újat. Ez volt itt a következő, ezek a kézvédők. Igen, fontosnak tartom, és a pártján állok ezeknek a merev kialakítású kézvédőknek, mégpedig nem másért, mert hogy ugye képesek megvédeni a kuplunkart, fékkarokat, ilyesmi. Ezekben már csomót vehettem volna, hogyha nincsenek felszerelve ezek a védők. A védőben egyébként két szettet használtam el, tehát nem tökéletesen nem elég erősek, azért már Gergő saját készítésű csinált a saját motorjára is. Itt a következő, amit megvásároltam, az egy ilyen gyújtó trafó, egy ilyen tuning trafó igazából. A motorjavítása közben ott hibakeresés során elkeseredettségemben gondoltam, hogy igazából vegyünk akkor már egy ilyet is, tehát nehogy már ezzel legyen igazából a probléma. Na de akkor most igazából térjünk át egy kicsit zavarosabb vizekre és terelődjünk így a blokk irányába. Kezdjük is talán itt a power szelep vezérlő elektronikával. Itt is volt egy kis probléma ezzel a műanyag fogaskerékkel, de mindegy, ezt orvosoltuk. A következő a sajnos nem más, mint maga a power szelep. Na most hát igen, a gyári alumíniumból készült power szelep az úgy megadta magát, és gyakorlatilag motoron keresztül távozva nem máshol találtam meg, mint a rezonátorban, hogy abban csörgött, hallottam, ahogy ott zörög. Nem tudom, mondom, mi van ebben, rendben, felrefordítom, rázom, és akkor kipottyan a szelep darab. Mondom, oké. Szóval innentől kezdve kellett gyártani egy másikat. Ezt is köszönöm szépen Gergőnek, hogy teljes egészében legyártotta, és ismételten örülhetek, amikor nyit a power. Sajnos az időrendet nem igazán tartom, szóval akkor most ott tartunk, hogy ugye a blokkot ki kell venni, mert egyszerűen most már nincs más, nem megy a motor, szét kell szedni. Na, tehát akkor kivettük a blokkot, leraktuk az asztalra, és igazából elkezdtük így nézegetni, néztük, és nem tudom, hogy most nektek így hirtelen, talán az élesebb szemeknek feltűnik, hogy hát ott a váltókarnak a vége az ugye eléggé ráncos, tehát hogy nem igazán az a gyárias kinézetű, hát igen, nem is kell csodálkozni, az oda van hegesztve. És hát ugye ez nem véletlen, hát ugye a tengelyen nem igazán van meg a gyári rögzítési lehetőség, a ricnik azok úgy már régen elköszöntek. Szóval Gergő gyártott nekem egy ilyen egyedi váltókart, köszönöm szépen neki, mert a váltótengelyen még mindig nincsenek ricnik, de ez a váltókar így már nem forog el. A lényeg az, hogy le kellett cserélni, mert igazából, ha megnézitek, a váltókar így nem volt a helyzet magaslatán, úgy egyébként sem. Na de már itt is vagyunk, és megérkeztünk a lényeghez. Amint láthatjátok, levettük a hengert, és hát ez a látvány fogadott. Gondolhatjátok, hogy igazából mennyire örültünk neki. Egyöntetően hangzott el, hogy ez baj. Tehát akkor utána is kerestem az interneten, és amint lehetett, minél hamarabb megrendeltem az új dugattyút. Láthatjátok, hogy egy érdekesség, hogy letöredezett a dugattyúnak a széle. És ami fontos, hogy ugye az együgű, az nem azért van rajta belőle egy, meg hogy levettük a másikat, hanem ezt ugye így találtuk a helyén, tehát egy együgűvel ment. Na mindegy, ezen lendüljünk is túl, beszereltük az újat, minden rendben. A motor ugye mindenféle karburációs problémával, alapjárat problémával küzdött, így hát, mivel szét volt szedve a blokk, akkor kicseréltük ugye a főtengely csapágyakat és szimmeringeket is, amik szintén hibásak voltak ebben. Azonban ezt követően ugye összeraktuk a blokkot, sorra került a próbakörre, még mindig nem volt megfelelő a karburáció, az alapjárat össze-vissza ingadozott,
És miután bebizonyosodott, hogy az alapjárat problémák és az egyéb karbugációs gondok karbugátor teljes szétkopottságából adódik, ezután úgy döntöttem, hogy akkor veszek egy másik karbugátort az alkatrészek hiányában. Természetesen az új alkatrészt a kis gyümölcsök társaságában kellett megnézegetni. A karburátor beszerelésével mindenféle probléma megszűnt, jó lett a motor, faszán lehetett vele motorozni, élvezhető volt. Innentől kezdve a bejáratási időszak megkezdődött. Igazából nem is volt rossz ez a kis bejáratási időszak, már volt némi időm hozzászokni a motorhoz, hiszen azért a pitbike után ez egy jelentős váltás volt. Ebből az időszakból megtaláltam néhány igen régi, veszélyesen retró kis felvételt, azokból megnézhetünk most párat. Természetesen a felvételek itt már a bejáratás után készültek. Suzuki TSR festése, következő lépésnél tartunk. Most ez az lesz, hogy homokszóróval letisztítjuk teljes mértékben a váltat. Jelenleg akadt egy kis probléma, elfőtt a homok. És azt próbáljuk majd pótolni, Gergő mindjárt érkezik egy targoncával valószínűleg, hogy pótoljuk a homokot. Már látjátok ott a váznak a nyakánál, ahol a kormánymű lenne, gyakorlatilag már le tudta szedni. De érkezik a többi. Itt a videón Gergő éppen homokszóróval tisztítja le a vázról a festéket, és egyébként minden más meg különösebben nem foglalkoztunk vele, csak behoztuk, és akkor elkezdtük lefújatni, tehát ez mindent levisz igazából, tök faszán, fémig, semmiféle rozsda nem marad, és ami extrán jó, hogy ráadásul egy ilyen egyenletes felületet alakít ki. Ez a homokszóró tényleg igazából egy csodagép. Tökéletesen el lehetett tisztítani vele a vázat. A hegesztéseknél sehol egy kis rozsdafolt nem maradt, és egyébként most is tök jó dolog, hogy amikor leveszem az ülést mondjuk, és akkor megnézem a hegesztéseknél a motort, és akkor tökéletes festék felület van ott, semmiféle rozsdafolt. Az idomok, valamint a váz felületének előkészítése után sort kerítettünk a festésre. A váz esetén ugye csináltunk egy alapozást, az alapozó réteg után pedig felvittük ezt a marinkék festéket, ez egy 2K-s festék, szóval jól bírja az olajat, benzint, ez fontos szempont. Az idomokra pedig szintén fújtunk műanyag alapozót, és arra jött rá ez a sárga, Suzuki sárga festék. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót a Suzuki TSR-emnek a történetéről. A jövőben lesz még videó a TSR-ről, lesz egy igen látványos, összeszerelős videónk is. Ha nem szeretnétek lemaradni a következő tartalmakról, iratkozzatok fel. Sziasztok!